Üdvözöllek! Ebben a videóban napjaink egyik legnagyobb fenyegetést jelentő vírusáról lenne szó. Egészen pontosan ez egy malware, annak is egy speciális típusa a ransomware. Ez egy olyan rosszindulatú számítógépes program, amely valamilyen fenyegetéssel próbál pénzt kicsikarni a felhasználóból. Ez általában úgy történik, hogy használhatatlanná teszi a számítógépet, illetve manapság tipikusan elérhetetlenné teszi a rajta lévő adatokat, tehát maga a számítógép az használható marad éppen, csak az adataink azok tulajdonképpen elvesznek, használhatatlanok lesznek, és csak pénzért tudjuk megvásárolni azt a kódot, aminek a hatására visszaállítja az eredeti állapotot. Ez miatt ezt zsaroló programnak vagy zsaroló vírusnak is szokás nevezni. Az ilyen fajta malware tulajdonképpen bármilyen formában érkezhet, de igen kedvelt formája az, hogy e-mailben érkezik. Ez lehet akár az e-mail melléklete, vagy már maga az e-mail is tartalmazhatja, így akár egy e-mail megnyitása is megfertőzheti a számítógépünket. Ha ez sikerül neki, akkor elkezdi a számítógépen lévő adatokat titkosítani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tartalmukat teljesen összezagyválja, gyakorlatilag az így titkosított fájlok használhatatlanok lesznek. Változó, hogy éppen milyen típusú fájlokat tesz használhatatlanná. Ezek közé tartozhatnak a különféle szöveges dokumentumok, például a Word-ben készült dokumentumok, vagy éppen a különféle forráskódokat tartalmazó fájlok, vagy képek, videók. Tulajdonképpen azokról a fájlokról van szó, amelyek számunkra fontosak. Ez nyilván rendkívül kellemetlen mindenki számára, legyen akár szó családi képekről, videókról, illetve különösen fájdalmas lehet abban az esetben, hogyha céges, vállalati adatok, fájlok mennek így tönkre. Ez esetben akár katasztrofális következménnyel is járhat, hogyha ezekről az adatokról, fájlokról nincsen másolat. Nem csak egyetlen ilyen zsaroló program létezik, egyre több és több keletkezik, ráadásul ezek fejlődnek, és még valószínűleg a pénzügyi hátterük is megvan, hiszen biztosan vannak olyanok, akik hajlandóak fizetni azért, hogy az adataikat visszakapják. Azonban a hírek szerint ez úgy nagyjából az esetek felében történik csak meg. Tehát tulajdonképpen, hogyha fizetünk is, akkor vagy visszakapjuk az adatainkat, vagy nem. Szóval, hogyha kellőképpen sokan fizetnek, akkor nyilvánvalóan meg lesz a motiváció a további ehhez hasonló zsaroló programok készítésére, plusz még az anyagi háttér is meg lesz. Hogyan tudjuk megelőzni, hogy a fájlaink tönkre menjenek egy ilyen zsaroló program által? Nyilván szükségünk van valamilyen víruskeresőre, itt most felsoroltam összesen 4-et, illetve az utolsó egy speciális változata a víruskeresőknek, a malware-ekre szakosodott. Amiket itt felsoroltam, ez mind ingyenes. Sajnos azonban nem minden ilyen zsaroló programot találnak meg a víruskeresők, ezért kezdtek fejleszteni egy ilyen anti-ransomware nevezetű programot is. Egyébként ezt szintén a Malwarebytes készíti. Ezeket a linkeket majd mellékelem ez a videóhoz egyébként. Azonban ez a megoldás még nem igazán tökéletes, egyelőre béta állapotban leledzik, ami azt jelenti, hogy leginkább csak teszt céllal célszerű használni. A megfelelő működése még nem teljes egészében garantált. Ettől függetlenül mindenképpen szükségünk van víruskeresőkre, azonban még ennél is fontosabb, hogy legyen az adatainkról biztonsági mentés. Nem véletlen írom ezt itt háromszor. Jelenleg ez az egyetlen igazán hatékony megoldás arra, hogyha sikerül összeszednünk egy ilyen zsaroló programot. És igazából hát ez annyira nem is megelőzés, mert tulajdonképpen ettől még a számítógépünkön lévő fájlok tönkre mehetnek. Azonban, hogyha van biztonsági mentésünk, akkor vissza tudjuk majd állítani. Nagyon fontos, hogy ez a biztonsági mentés a számítógéptől távol legyen. Ezt úgy kell érteni, hogy nincs állandó összeköttetésben a számítógépünkkel, például USB-n keresztül, mert ezek a zsaroló programok általában megtalálják a külső merevlemezeket is, például vagy akár pendrive-ot, és az azon lévő fájlokat is tönkreteszik. Tehát hiába készítünk mi lelkesen az adatainkról biztonsági mentést, biztonsági másolatokat, az semmit nem fog érni abban az esetben, hogyha a számítógépünkhöz van csatlakoztatva folyamatosan a külső merevlemez, vagy pendrive, vagy akármi más. Ugyanez igaz arra az esetre is, hogyha valamilyen cloud szolgáltatást veszünk igénybe, és a fájlaink azok folyamatosan szinkronizálva vannak,
Ebben az esetben nyilvánvalóan, hogyha a zsaroló program tönkreteszi a fájlokat, titkosítja, akkor azok a fájlok is szinkronizálásra kerülnek, és az ott lévő fájlokkal szintén nem tudunk majd kezdeni semmit. Ezen kívül, mielőtt biztonsági mentést készítünk, célszerű meggyőződni arról, hogy a mentésre kerülő fájlok azok rendben vannak, hiszen hogyha rámásoljuk a tönkretett fájlokat a külső merevlemezre, vagy akármire, akkor azzal megint nem nyertünk semmit. Ezen kívül célszerű rendszer visszaállítási pontokat létrehozni, mert ha sikerül visszaállni egy korábbi időpontra, akkor ott még elképzelhető, hogy a fájlok rendben lesznek, de ami nagyon fontos, az az odafigyelés és az észszerű használat. Vagyis, hogy ne nyissunk meg mindenféle e-mailt, különösen ne az e-mailben érkezett mellékleteket, hogyha valamilyen számunkra ismeretlen személytől érkezett. De tulajdonképpen még azokat az e-maileket is fenntartással kell kezelnünk, amelyek olyantól érkeztek, akit egyébként ismerünk, mert egyáltalán nem kizárt, hogy az ő számítógépe fertőzött valamilyen vírussal, és a tudta nélkül mindenféle e-mailt küldözget a levelező programjában lévő címlistákon lévőknek. De egyébként ezeket az e-maileket felismerheted arról is, hogy általában nem magyar szöveggel érkeznek, vagy hogyha magyar, akkor rendkívül magyartalan, eléggé látszik rajta, hogy valamilyen fordító programmal kerültek fordításra. Illetve természetesen ne nyisd meg semmiféle olyan fájlt, amelyről nem tudod, hogy mi. Elég gyakran e-mailben érkeznek az ilyen zsaroló programok, például egy Word dokumentumban elhelyezve. Ezért alapból a makrókat is célszerű kikapcsolni az Office programokban. Azzal is megtettél egy lépést a zsaroló programok elkerülésére. De alapvetően a legfontosabb, hogy ne nyisd meg mindenféle vackot, ami e-mailben érkezik. Ha már megtörtént a baj, akkor sajnos túlságosan sok mindent nem tudsz tenni. Mindenképpen az adott gépet vírusmentesíteni kellene. Ehhez célszerű szakember segítséget kérned, már hogyha te nem vagy az. Ez akár jelentheti a merevlemez teljes formázását, bár önmagában a formázás nem feltétlenül elég, mert a formázás által nem elért területeken is megbújhat egy ilyen zsaroló program. Úgy általában tipikusan ki lehet ezeket írtani valamilyen erre szakosodott programmal. Konkrét programot nem mondanék, mert amikor ezt a videót nézed, akkor már lehet, hogy eltelt akár több hét is, és már régen nem aktuális ez a program, ami el tudná távolítani azt a fajta zsaroló programot, amivel a számítógéped megfertőződött, de a lényeg az, hogy a zsaroló programtól meg kell szabadulnod, mielőtt bármit tennél a számítógépeddel, például az adataidat visszamásolnád, meg kell győződnöd arról, hogy garantáltan megszabadultál a kérdéses zsaroló programtól, különben az adataidat újra tönkreteszi. Hogyha ez megvan, akkor nyilván utána már az adataidat visszaállíthatod a mentésből, a biztonsági mentésekből, biztonsági másolatokból. Ha nincs mentés a fájlokról, hát akkor az egy nagyon rossz eset. Ilyenkor is van néhány technika, amellyel valamennyi fájl visszanyerhető, meg lehet próbálkozni a rendszer visszaállítással is például, meg van egy-két más megoldás is, de ezek nem szoktak teljes sikert hozni. A fájlok egy része visszaállítható. Most erre megint nem térnék ki külön, mert ez megint olyan dolog, hogy időről időre változhat, hogy működő megoldás, avagy sem. Illetve ez mindenképpen szakember segítséget kellene kérned, ha nem érzed magad erre eléggé felkészültnek. Megoldás lehet, hogy kifizeted a zsaroló program által kért összeget, de mint mondtam, ez egyáltalán nem garantálja, hogy visszakapod a fájlokat, illetve ezzel tulajdonképpen a zsaroló program készítőit támogatod, és megerősíted őket abban, hogy a tevékenységüket célszerű folytatniuk. Persze nyilván könnyű azt mondani, hogy ne fizess nekik, de hogyha céges adatokról van szó, akkor azért úgy gondolom, hogy a többség ezen igencsak elgondolkodik, hogy talán ki kéne fizetni. Egyébként nagyságrendileg ez tipikusan ilyen 100 000 forint vagy a fölött szokott lenni, tehát annyira talán nem kifizethetetlen, csak éppen garancia nincsen rá, hogy valóban visszakapod így az adatokat. Hogyha fizetés mellett döntesz esetleg, akkor egyébként ilyesmikkel találkozhatsz, amennyiben a leírt lépéseket végrehajtod. Hát itt szépen le van írva, hogy hova és mennyit kellene fizetned ahhoz, hogy a tönkretett fájlokat vissza tud alakítani eredeti formájukra. Szóval összegezve jelenleg igazából a megelőzés az egyetlen megoldás, hogy ne szembesülj valamilyen zsaroló programmal, illetve annak a következményeivel. Vagy ha már megtörtént a baj, de van biztonsági másolatod, akkor még nem érhet akkora veszteség. Ehhez viszont az kell, hogy legyen biztonsági másolatod a számítógépettől távol.